Imádkozzunk először, jó? Még egyet. Istenünk, köszönjük a mai napot, hálásak vagyunk neked azért, hogy ennyien eljöhettünk, hogy itt lehetünk együtt, és téged kereshetünk, és köszönjük neked azt, ahogyan te üzenetet adtál mindenkinek, aki beszél itt, és köszönjük, hogy te fonod össze az egészet, csodálatos vagy, és hihetetlen, Uram, hogy mennyire személyes vagy, és hogy sokkal inkább vágysz arra, hogy megszólíts mindegyikünket személyesen, mint azt mi el tudjuk képzelni. Én kérlek téged arra, hogy segíts nekem a te üzenetedet, a te szavaiddal átadni, mint hogyha te mondanád itt, és kérlek, hogy te dicsőj meg. A te nevedben. Amen. Hát amiket mondani fogok, abban van néhány olyan dolog, amit a Németh Jani a múlt vasárnap úgy nevezett, hogy nehéz lenyelni. Úgyhogy előre elnézést kérek, nekem is nehéz lenyelni, meg ne, az is volt, meg még mindig az, de hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy ezek a dolgok elhangozzanak. Még tavaly nyáron történt az, azt hiszem valamikor augusztusban, igen, hogy Isten megmutatta nekünk, hogy ez legyen a januári konferencia témája, hogy elég neked az én kegyelmem. És emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy igen, Isten tudja, mit csinál, nekünk magyar nőknek ez kell, mert hogy mi szeretünk ugye panaszkodni, meg kritizálgatni, amit Isten csinál. Szóval így jók vagyunk abban, hogy esetleg még, ha itt állna Isten, még talán mondanánk is neki, hogy hát azért ezt már nem kéne itt így, ezt én másképp rendeztem volna. És ugye ilyenkor az ember így többes számban gondolkodik, hogy mi nők, de azért utólag rájöttem, hogy belül rejtve volt azért egy kis hang, ami azt gondolta, ugye suttogta nekem, hogy persze, mások, na de te nem, hát te ezen már túl vagy, neked ez már megy, hát miért kért volna meg a Joy, hogy tanítsál, hát persze, hát nagyon-nagyon gáz. Szóval ez itt a bűnvallás esete volt most, és ezt azért mondom el, hogy tudjátok, hogy nem úgy állok itt, mint olyan valaki, akinek ez már mind megy, mint a karikacsapás, hanem azokat a dolgokat szeretném megosztani, amiket Isten azóta tanított nekem, és még mindig tanít ebben a témában. Ugyanis néhány héttel az előbb idézett beszélgetés és gondolatmenet után én nagyon bölcsen elkezdtem Jób könyvét olvasni, ugyanis gyakran megtörténik velem, hogy amiről majd tanítanom kell, vagy amit éppen elkezdek olvasni a Bibliában, annak a mélyébe így Isten belevet. És hát, mikor elkezdtem Jóbot olvasni, akkor volt egy ilyen futó gondolatom, hogy na, csak vigyázz ne, hogy benne találd magad a könyvben. Ha-ha-ha. És aztán olyan 4 vagy 5 nappal ezután már az intenzív osztályon voltam a Székesfehérvári kórházban a kislányommal, a gyermekintenzíven, aki akkor 15 hónapos volt, és akkor megélhettem Jób könyvének bizonyos részeit, csak így röviden, hogy tudjátok, hogy egy autoimmun betegség alakult ki benne, a szervezete saját maga ellen fordult egy vírus hatására, és ez nagyon veszélyes is lehet, konkrétan a vére nem akart alvadni, és tehát nagyon komoly eredménye is lehet ennek, hogyha nem reagál a bizonyos kezelésekre. Ezt így 5 perc alatt ránk zudították, így éjfél után valamennyivel. És hát kb. Másfél napig tartottam magam ott bent, másfél napig voltam úgymond szent. Aztán eljutottam nagyon gyorsan oda, hogy kiabáltam Istennel, veszekedtem vele, és számon kértem, hogy azért mégis hogy képzeli ő, hogy ilyennek teszi ki az én gyerekemet és az én családomat. Ő pedig csendben, türelmesen várta, hogy lehiggadjak, hogy elhallgassak, és hogy hajlandó legyek őrá hallgatni, és őrá figyelni. És amikor elkezdett felém szolgálni, amikor már hajlandó voltam meghallgatni, akkor az első dolog, amit mondott, az az volt, hogy elég neked az én kegyelmem. És szeretném, hogyha ezzel kezdenénk, hogy ezt a verset, és ennek a mondani valóját egy picit részletesebben megvizsgáljuk. Ugye, amikor Isten azt mondja itt, hogy elég neked az én kegyelmem, ebben benne foglaltatik az, hogy ő a kegyelmét nekünk adta. Na de mit jelent ez? Mit takar ez a kegyelem szó?
mi az, amit kaptunk ezzel a kegyelemmel. Ezt szeretném először megnézni, és először legyetek szívesek a második korintusi levél 8. részéhez lapozni. Második Korintus 8. Ott a 9-es verset nézzük meg először. Most elég sok igét fogunk gyorsan átolvasni, és utána majd kicsit reflektálunk ezekkel kapcsolatban. De először itt a 2. Korintus 8:9-es verse. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Aztán nézzük meg az Efézus 2-ben a 4-től a 9-es versig. Megvárom, hogy odalapozzatok. Tehát Efézus 2, a 4-től a 9-esig. Bocsánat, az elsőtől olvasom, jó, hogy meglássuk a teljes szövegkörnyezetet. Tehát Efézus 2, 1-től 9-ig. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Na ezt jelenti a kegyelem. Itt azt gondolom nagyon tömören le van írva, hogy mit tett értünk, és mit tett velünk Isten. Kicsit morbid gondolat, de elgondolkodtam azon, hogy milyen egy halott ember, egy hulla. Nincs benne élet, semmit nem tud tenni, nem tud beszélni, nem tud védekezni, nem tud magáról gondoskodni. Viszik, hozzák, öltöztetik, tehát egyszerűen nem tud magával semmit sem kezdeni. Na, mi pont ilyenek voltunk lélekben, és Isten ebből hozott vissza bennünket, ebből támasztott fel valóban, ahogy írja, és lehetőséget adott arra nekünk, hogy a lelkünk ne maradjon örökre halott, hanem hogy örökké éljünk. És nem is akárhogy, hanem vele éljünk, és nem is akár milyen életet még ezen belül. Mert gondoljatok bele, Isten megtehette volna azt, hogy a kereszténység arról szól, hogy megkapjuk a lehetőséget, ugye, hogy életre keljen a lelkünk, megtérsz, és ennyi. Nem kellett volna feltétlenül ennek lennie folytatásnak, hogy ennek legyen folytatása itt a földön. Megtérek, Jézus meghalt értem, örök életem van, király, putty. És akkor aztán majd egyszer a mennybe jutok, közben itt meg nem lett volna muszáj, hogy bármi történjen ebben a viszonylatban. De Isten itt nem állt meg. A második Péter, nem muszáj odalapozni, a második Péter 1:3-ban azt írja, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Tehát már az is, hogy üdvösséget kaptunk, az a kegyelem, az is már mekkora dolog, azt se kellett Istennek megtennie, de ő még ott sem állt meg, hanem még tovább ment, lehetővé tette azt, hogy megismerjük őt. Sőt, hogy napi szinten közösségben legyünk vele. Szól hozzánk, megérint bennünket a legbensőbb részében a lelkünknek, ahová csak ő lát bele, vezet bennünket. És egy személyes, meghitt kapcsolatra vágyik velünk. Ha engedjük, úgy suttog nekünk, mint a legromantikusabb hősszerelmes sem, és jobban ismer bennünket, mint bárki más,
és mindezek ellenére feltétel nélkül szeret, és vágyik arra, hogy velünk legyen. Miért? És hiszem, hogy erre a válasz nagyon egyszerűen benne van az imént olvasott Efézusi levél második fejezetében, kettő darab versben. A négyes versben ugye azt írja, hogy mert minket szeretett, a hetes versben pedig azt írja, hogy irántunk való jóságából. Ezt én úgy fordítottam le magamnak, hogy csak úgy, mert nem kellett, hogy ezt tegye, de ő így döntött. Szóval ez a kegyelem, ezt kaptuk Istentől, amiről ugye beszél ott Pálnak, és amiről Pál beszél a 2. Korintus 12-ben. De még egy dolgot mondott neki Isten ott, hogy ez a kegyelem, amit Isten adott neki, ez elegendő. És pontosan ez az, amit én a kórházban nagyon gyorsan megkérdőjeleztem, hogy elég-e nekem a kegyelem. Mert mi lesz akkor, hogyha nem reagál a kislányom Zoé szervezete úgy, ahogy kell, az elsődleges kezelésekre, és eljutunk addig, hogy ki kell operálni, ki kell venni a lépét, mert ez a végső állapot. Akkor mit fogok tenni? Akkor hálás leszek-e? Tudom-e majd Istent dicsérni? Elég-e nekem, elég lenne egy olyan helyzetben mindaz, amit Istentől a lelki dolgokban kaptam? Akkor, hogyha itt a földi dolgokban nem minden úgy megy, ahogy én azt elképzeltem, vagy ahogy én azt szeretném, vagy ahogyan az nekem tetszik. Akkor is vajon bízom-e majd abban, hogy Isten tudja, mit csinál, sőt, hogy ő tudja, hogy nekem mi a legjobb? És hogy az, amit kapok adott napra, hogy az tényleg nekem a legjobb. Tehát még konkrétabban elfogadom-e, hogy minden egyes napon mindaz, ami az én életemben éppen van, vagy ami az életemben éppen nincs, az nekem így jó. Pusztán azért, mert Isten azt mondja, hogy ő így látta jónak, ő így látja jónak, és mert az ő kegyelme már úgy is az enyém, és azzal már mindenem megvan. A többi az mellékes. Mert tulajdonképpen ez az, amit ő Pál apostolnak mondott. Ez egy nagyon nehéz kérdés. És ugye Pál háromszor imádkozott saját elmondása szerint azért, hogy Isten szabadítsa meg őt attól a tövistől, ami adatott neki. Úgyhogy most olvassuk el kicsit a szövegkörnyezetét ennek a 2. Korintus 12.9-nek, hogy lássuk Pál teljes gondolatmenetét, és akkor erről szeretnék egy kicsit beszélni, tehát lapozzunk oda-vissza, 2. Korintus 12. fejezete. De hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás a hetes verstől, hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe. A sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte, elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol itt tövisnek nevezi azt a valamit, ami az ő szenvedését okozza. Sok vita van arról így teológiai körökben, hogy ez mi volt, valami betegségről beszélnek, meg lehet, hogy a szeme nem volt jó, de mindegy. Szerintem, hogy mi ez, lényeg az, hogy volt valami, ami kellemetlen volt a számára. És azon gondolkodtam, hogy milyen az, ami érdekes dolog, hogy tövist használja hasonlatként, és hogy milyen az, amikor nekem tövis szúródik az ujjamba, vagy a talpába az embernek, ugye nyáron, mikor papucsban szaladgálunk, és minden oda beszúródik. Ez akkor így folyamatosan szúr, meg fáj, meg zavar, meg idegesít, és nincs talán egy pillanat se, hogy ne tudjak rá gondolni, mert folyton azon jár az eszem, hogy hogy lehetne ettől már végre megszabadulni, mert annyira idegesít, vagy éppen annyira fáj. Tehát nem lehet róla nem tudomást venni, mindig ott van. És az a kérdés, hogy neked van-e valami ilyesmi az életedben? Mert azt tudnunk kell, ugye, és fontos nem elfelejteni, hogy Pál nem egyszer kérte Istentől, hogy ez múljon el, hanem háromszor. És biztos, hogy vannak dolgok, amiket még többször, de itt konkrétan erről beszél.
És mindannyiunk életében vannak dolgok, amikért sokáig, sokszor imádkozunk, és mégsem az történik, amit mi szeretnénk. Miért van ez? Hát ugye erre a válasz megint az, hogy elég neked az én kegyelmem, de a lényeg ebben az szerintem, hogy itt ezt Isten mondja. Isten állítja, hogy ez elegendő nekem. És pedig olyankor mondja, amikor én már jó ideje kitartóan imádkozom, könyörgöm, kiabálok valamiért, hogy ő válaszoljon, és tegyen valamit úgy, ahogyan azt én szeretném. És szerintem ez egy klasszikus példa arra, hogy Isten jobban tudja, mint mi, hogy nekünk mire van szükségünk. Eszembe jutott egy, lehet, hogy kicsit béna példa, de aki anya, az érteni fogja, de mások is szerintem, mert az meg volt gyerek. Szóval amikor a gyerek odajön, és azt mondja, hogy anya, kérek szépen csokitortát ebédre, és akkor ugye az anya nyilván azt fogja mondani, hogy elég neked a spenót, amit főztem, nem kell neked csokitorta. Na most a gyerekek az ilyen válaszokat nem fogadják kitörő lelkesedéssel, de én vagyok a szülő, én vagyok az, aki tudom, hogy hosszú távon a spenót jobb a fogazatának, mint a cukor, jobb a nem tudom, a vérének, ugye a vastartalma miatt, de most ezeket az ember nem áll le elmagyarázni a gyereknek, mert nem értené. Tehát hiába mondanám el, így elmenne, mert ő csak a csokitortát látja. És ez viccesen hangzik, tudom, de hiszem, hogy sokszor Isten is így van velünk. Tehát hasonló szinten zajlik néha a beszélgetés, hogy én kérem a csokitortát, de ő meg csak a spenótot tolja elém, miközben nekem tényleg a spenóta jó. Lehet, hogy pont nem olyan jó az íze, mint a csokitortának, de hosszú távon sokkal jobb hatással van rám. És ugye Pál azt is elmondja a későbbiekben, hogy miért elég nekünk ez a kegyelem. A 10. versben azt mondja, egy másik fordításban, mint amiből az előbb felolvastam, hogy ugye mert itt Isten beszél Pálhoz, mert az én erőm a te gyengeségedben nyilvánul, vagy látszik meg a legjobban. Na most akkor így álljunk meg egy pillanatra, mert akkor ez itt ezek szerint nem rólam szól. Nem az a lényeg, hogy nekem mindig minden jó legyen, kényelmes legyen, az én tervem szerint így flottul menjen minden. Hát a szomorú hír, de a jó hír az, hogy nem. A 10. vers, ugye itt arról beszél, ennek a versnek a tanúsága szerint, a lényeg Isten szemszögéből és Isten szerint sokkal inkább az, hogy Isten ereje látszon meg az én életemben, az én gyengeségemen és Istenre utaltságomon keresztül. Az egyik kedvenc történetem a Bibliában, Ábrahám és Sára története, ezt mindenki ismeri, ugye Ábrahám 75 éves volt, amikor Isten először szólt hozzá, és azt az ígéretet adta neki, hogy gyermeke lesz. Ezek után, mikor született Izsák, hát nem 9 hónappal később, hanem 25 évvel később, amikor Ábrahám 100 éves volt, Sára pedig 90 valamennyi, ha jól emlékszem, hát ő se volt, tehát így korban illett a férjéhez, ugye nem volt egy fiatal virágszál, már ő sem. Az érdekes az, hogy az első ígéret előtt, Mózes első könyvében, ugye amikor Isten először megszólítja Ábrámot még, akkor az volt a neve, már az előtt néhány verssel, a 11. fejezet 30-as versében, mikor Ábrahámot és családját bemutatja az ige, akkor ott van egy kis kijelentés, hogy Sára pedig meddő volt. És csak ezután adta Isten az ígéretet Ábrahámnak. Vagyis ebből látjuk, hogy az ő környezetükben, ahol akkor éltek, ez így akkor már el volt könyvelve, még azelőtt, hogy 70, meg nem tudom hány évesek lettek volna, hogy Sára meddő, X ideje házasok, itt már nem lesz gyerek, itt már erre biológiai mód nincsen. És egy ilyen helyzetben lépett be Isten a lehetetlen helyzetbe, és tett egy ígéretet, ami lehetetlenül hangzott. És ugye tudjuk, hogy Ábrahám először kitörő lelkesedéssel fogadta, aztán nem történt semmi, megpróbált ő intézkedni, hát annak nem sok jó eredménye lett, és 25 évvel később viszont megszületett Izsák, az ígéret gyermeke. Viszont, amikor Izsák végre megszületett, akkor mindenki tudta, hogy ez a gyerek egy csoda.
ez csak is és kizárólag Isten műve lehet. Ehhez semmi kétség nem fért senkinek. Isten tehát megvárta azt a pillanatot, amikor már senki nem gondolhatta azt, hogy hát jó van, talán ott valami, itt már esély nem volt, hogy itt csak Isten lehetett. És nagyon sokszor Isten így válaszol az imádságainkra. Nem azt mondja mindig, hogy igen. Néha azt mondja, hogy nem. Néha azt mondja, hogy várj. Elég neked az én kegyelmem. És ezt pontosan ezért mondja. Gondoljatok bele, hogy mennyivel más lett volna ez a történet, hogyha ott az 1 Mózes 11.30-ban, ugye ahol az szerepel, hogy Sára pedig meddő volt, nem azt írja, meg nem ez nem így lett volna, hanem mondjuk, hogy Sára pedig X számú gyermeket szült Ábrahámnak, ezek közül X-edik volt a sorban Izsák. És utána a többi történet ment volna tovább, aztán Izsákon keresztül ugye jött volna a többi ígéret, de hát akkor nem lett volna akkora súlya az egésznek, amit Isten csinált. És ma lehet, hogy a történelem sem ilyen lenne, amilyen. Így viszont ez az egyik legemlékezetesebb, leghatalmasabb, Isten nevét talán legjobban megdicsőítő történet a Bibliában. És ez miért volt így? Hát azért, hogy Isten ereje látszon meg az ő fizikai gyengeségükön keresztül. Vannak ismerőseim egy házas pár, akik Istent szolgálják, és ők már 10 éve voltak házasok, amikor a harmadik orvos is azt mondta nekik, hogy fizikai képtelenség, hogy nekik gyermekük lehessen. Nagyon szerettek volna, semmi nem jött össze, mindennel próbálkoztak, és az orvosok megmutatták, röntgenfelvétel, stb. Valami nem úgy áll, nem értek hozzá. Lényeg az, hogy elkönyvelték, hogy nem lehet, utána néztek az örökbefogadásnak, és találtak is egy kisbabát, aki még az anyukája pocakjában volt, ilyen nyílt örökbefogadással szerették volna örökbefogadni, és haza kellett utazniuk az ő országukba ehhez, mert ez ott volt, ugye a misszióból hazamentek, és kb. 2 hét volt még azt hiszem a baba születéséig, és megérkeztek, és másnap azután, hogy megérkeztek, az anyuka visszamondta, hogy ő mégis megtartja a babát. Tehát ez több hónapos készülődés után. Teljesen összetörtek, és nem értették, hogy Isten miért csinálja ezt, és hogy miért teszi ezt velük. Pár napot még akkor ott maradtak, és aztán visszamentek oda, ahol szolgálnak. És aztán 2 hétre rá kiderült, hogy 1 hónapos terhes az anyuka a fizikai képtelenségből. És azóta már 2 gyönyörű gyermekük van, és az orvosok nem értik, hogy hogyan. Szóval ezt csak azért meséltem el, hogy Isten ma is csinál ilyeneket. És Ábrahámék esetében is megtette, de ott is kivárta, és ma is vagyunk olyanok sokan, akiknek az életében Isten kivárja, hogy teljesen lehetetlen legyen. És akkor tesz egy olyat, ami nem biztos, hogy pont olyan lesz, és pont akkor, és pont úgy, ahogy mi imádkoztunk, ahogy szerettük volna, ahogy elképzeltük, de sokkal jobb lesz, és Isten sokkal jobban megdicsőül, mintha a mi módszereinkkel, a mi módunkon történt volna a dolog. Van még egy történet a Bibliában, amit szeretném, hogyha kicsit megnéznénk. Hasonló a tanulsága. Ez a Bírák könyvében található, biztosan ezt is sokan ismeritek, a Gedeon története. A Bírák könyvének a 6. és 7. fejezetéhez legyetek szívesek lapozni. Megvan nagyjából? Jó. Tehát Bírák 6. és 7. Először elolvasunk egy nagyobb részt, és akkor majd utána mondom, hogy miket kicsit átugrunk néhány dolgot, de a lényegre összpontosítunk, nem hagyunk ki semmi fontosat, ami nekünk ma fontos. Tehát a 6. rész első 16 versét fogjuk először olvasni, jó? És gonoszul cselekedének az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, azért adá őket az Úr a midiániták kezébe 7 esztendeig.
És hatalmat vőn a midiániták keze az Izraelen, és a midiánitáktól való féltükben készítették maguknak az Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott termettek a midiániták, az amálekiták és a napkeletnek fiai, és rájuk törtek. És táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egész addig, amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgy, hogy sem nékik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midiániták miatt, az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. Mikor pedig kiáltottak az Izrael fiai az Úrhoz Midián miatt, prófétát küldött az Úr az Izrael fiaihoz, és mondta nékik. Azt mondja az Úr Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, és én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezükből, akiket kiűztem előletek, és nektek adtam az ő földjüket. És mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emoreusok isteneit, kiknek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. És eljött az Úrnak angyala, és leültem a cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé volt, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midiániták orcája elől. Ekkor megjelent neki az Úrnak angyala, és mondta neki, az Úr veled erős férfiú. Itt csak mellesleg jegyzem meg személyes kommentár, hogy erre Gedeon szerintem azt mondhatta, hogy he, mert hogy hát ugye rejtőzködve csépelt, úgyhogy erős, bátor férfiú. Na szóval, Gedeon, ez is kegyelem egyébként. Gedeon pedig mondta neki, kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink mondván? Nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból, most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midiániták kezébe. És az Úr hozzáfordult, és azt mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midián kezéből. Én küldelek téged. És mondta neki, kérlek uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondta neki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Aztán nézzük meg gyorsan a 34-es és 35-ös verset, csak hogy lássuk, hogy hányan voltak, akik Gedeon felszólítására jöttek. Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És követeket küldött egész Manasséba, és egybegyűlt az is ő utána, és követeket küldött Áserbe, és Zebulonba, és Naftáliba, és feljövének mind. Hetedik rész most, az első 8 vers, ez lesz a vége. Felkelt pedig jó reggel Jerubál, ez Gedeon, és az egész nép, mely vele volt, és táborba szálltak a Harod kútjánál, és a midiániták tábora tőle északra volt, a Móré halomtól fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezébe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekedik velem szemben, mondván az én kezem szerzett szabadulást nekem. Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád-hegységről. És visszatértek a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradtak ott. És mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok, vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom neked, ez menjen el veled, az menjen el veled. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az ebb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosták a vizet, 300 férfiú, a nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az Úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták vala a vizet, és adom Midiánt kezedbe, a többi nép pedig menjen el, ki a maga helyére. És ők kezükbe vevék a népnek útravalóját és kürtjeit. Az Izrael többi férfiait pedig mind elküldötte, mindegyiket a maga hajlékába, és csak a 300 férfiút tartotta meg. A Midián tábora pedig alatta feküdt a völgyben. Hosszú lenne az egész csata részleteket elolvasni, lényeg az, hogy győztek ezzel a 300-zal.
Ugye két dolgot szeretnék itt kiemelni gyorsan. Az egyik, hogy Isten milyen hűséges. Itt olvastuk a hatodik rész elején, hogy mi mindenen ment keresztül Izrael népe, hogy a midiániták mindenüket elvették, mindenüktől megfosztották, kicsit úgymond terrorizálták őket, nem a mai értelemben, ugye jöttek, tudták, mikor van az aratás, és mindent elvittek, rengeteg fegyverrel jöttek, csapatostul, nem tudott mit tenni Izrael népe, és mennyire ellehettek keseredve, hogy Isten nem csinál semmit, már mióta. És Isten nem azzal kezdi, hogy úgymond beolvas nekik, hanem elkezdi őket emlékeztetni arra, amiket a múltban tett. Én vezettelek fel titeket Egyiptomból, én hoztalak titeket a szolgaságnak házából, és én mentettelek meg az egyiptomiak kezéből. Emlékezteti őket arra, hogy a múltban milyen dolgokat tett értük, amikben meglátszott az ő hűsége, és az, hogy igenis törődik a szükségleteikkel. De úgy emlékezzetek rá, Egyiptomból se két nap után hozta ki őket. Sokáig szenvedtek ott, és Isten megvárta azt az időpontot, amikor már tuti nyilvánvaló volt, hogy ezt Isten keze végzi. Nem Mózes zsenialitása, vagy zseniális hadvezéri módszerei voltak, hanem Isten keze intézte az egészet. És hát kicsit szembetűnő, hogy nekem úgy tűnik, hogy mintha Istennek ez olyan munkamódszere lenne, olyan bevett szokása, hogy eljuttat bennünket arra a pontra, ugye itt Gedeonnal is hazaküldetett mindenkit. Eljuttat oda, hogy ott álljunk, hogy Uram, de nekem csak ez a 300 van. Vagy nekem már csak annyi erőm van, hogy itt álljak, és te csinálj valamit. És ezt akarja. Eljuttat bennünket önmagunk végére, azért, mert néha erre van szükségünk ahhoz, hogy végre hajlandóak legyünk ő rá hagyatkozni. Nem azért teszi ezt, mert ő nagyon szeret hencegni, hogy ha, hogy megmentettem én ott az Andiékat, láttátok? Tehát Istennek nem kell ez. Ez miattunk van. És ő nem akar dicsekedni, hanem nekünk kell az, hogy néha eltávolítsa az életünkből azokat a dolgokat, a környezetünkből, amiket én zavaró tényezőnek vagy sallangnak nevezek így a saját életemben. Ezek azok, amik megakadályoznak abban, hogy észrevegyem már végre, hogy ő mit akar itt csinálni. És kicsit térjünk vissza ahhoz a 2. Korintus 12-ben, amit a 9. versben ír, ha odalapoznátok vissza. Igen. Ugye, ahol azt írja, hogy az én erőm a te gyengeségedben nyilvánul meg a leginkább, tehát 2. Korintus 12.9, és utána azt írja Pál a továbbiakban, hogy ezért a legszívesebben a gyengeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém, 10. versben pedig azzal folytatja, hogy kedvem telik a Krisztusért való gyengeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Hát nekem itt így kiugrott a lapról ez a szó, hogy kedvem telik. Hogy ennek a Pálnak szerintem az agyára ment a sok hajókázás. Hogy kedvem telik a gyengeségben, a gyalázatban, az üldöztetésben, a nélkülözésben, a szorongattatásban. És hát ezért mondja ezt, ugye, hogy ő legszívesebb, mert dicsekszik a gyengeségeivel, mert tudja, hogy akkor tud Isten valóban erős lenni az ő életén keresztül, és akkor tud Isten olyat tenni, amitől mindenkinek eláll a lélegzete. Nagyon messze vagyok attól, hogy teljesen értsem, hogy Pál mire gondolt, de a közelmúltban Isten ezt is kicsit közelebb hozta, úgyhogy valamit kezdek kapizsgálni így nagyon a felszínen. A közelmúltban a férjemet meghívták, hogy az egyik horvátországi gyülekezetnek a lelkipásztorát helyettesítse néhány hétig, és ráadásul egy olyan helyre kellett menni, amit mi nagyon szeretünk, ez Dalmácia, a tengerpart. Mondták, hogy van ott egy üres ház, ott el tudtok lakni, nem kell érte fizetni, tök jó. Elmentünk nagy izgatottan, de hát van, amire nem voltunk felkészülve, hogy azért Dalmácia ide vagy oda, januárban ott se süt a nap állandóan. Sőt, a dalmátok ugye kemény nép lévén, ők igazából náluk
két hónapig, decemberben meg januárban van úgy kicsit hidegebb, ami azt jelenti, hogy napközben olyan 15 fok körül, és hát ezért senki erre a két hónapra nem vezetett be ilyet, hogy központi fűtés, vagy bármilyen kályha a házban, minek az, hanem ilyen kis elektromos kis fűtőmizékkel befűtik azt a két szobát, amennyi kell, és akkor itt télen ők ezzel el vannak. Na de mi ezt nem tudtuk. És mi innen jöttünk, ugye Magyarországról, itt a radiátor, ott a radiátor, két kicsi gyerekkel, torokgyulladásból mászott épp ki mind a kettő, és megérkeztünk, és tudjátok, aki volt már ott, vagy látott képeket, ezek a régi kőházak, azok a dalmát, nem tudom én, 200 éves vagy mi, és én mindig szerettem volna egy olyanban lakni, és úgy örültem, és egyébként nem volt a házzal semmi baj, csak hát kőből van, és nyáron ez tök jó, hűvösen tartja benne a levegőt, amikor kánikula van. De itt ugye szeptember, augusztus végén lehettek ott az utolsó vendégek, azóta oda senki be sem ment, megérkeztünk a jégverembe, és találtunk kettő ilyen kis elektromos kis fűtőmizét, amit így egyik szobából a másikba lehet vinni. Az egyik komolyan ekkora volt, a másik pedig ekkora volt, de kb. Ennyit csinált, hogy és meleg nem jött ki belőle. És akkor azon dekáztunk első éjszaka, hogy most melyik szobát fűtsük, de hogy fűtsük be közben a fürdőszobát is, hogy megfürdethessük a lányokat, de etetni kell őket a konyhában, ami egy szinten lejjebb van, és ott volt a leghidegebb, az ilyen barlang volt. Na hát, és akkor első kettő nap kb. Az volt, hogy én így fél óránként mondtam, hogy haza akarok menni. Mert ugye, ha az ember fürdetni akart, akkor fél órával előtte fölkapta az egyik melegítőt, a berregőt, és azt átvitte a fürdőszobába. Ha reggelit akart készíteni, akkor fél órával korábban lement a konyhába, azt ott hagyta, és akkor gyorsan visszaszaladt az egyetlen fűtött szobába, ahol mindannyian aludtunk egyébként, mert csak így lehetett a fűtést megoldani. Na mindegy, szóval ez csak azért mondom el, hogy érezzétek, hogy nem egy nagy szenvedés dolog volt az egész. Egy triviális dolog, sokkal nehezebb körülmények között élnek emberek, de Isten azt csinálta, hogy az én kis kényelmemből így áttett oda, és azt mondta, hogy na, cipelésznet kell a melegítőt másfél óránként, most mit csinálsz? És ez nekem nem tetszett, hogy a pizsamámra föl kellett vennem a csizmámat, mert nem gondoltam rá, hogy ide szobapapucsot is kell vinni. És Isten viszont elvégzett egy munkát, és erre akkor jöttem rá, amikor másfél nappal hazautazás előtt el kellett kezdeni becsomagolni, hogy jövünk vissza, és én elkezdtem sírni, és mondtam a férjemnek, hogy én nem akarok hazamenni. És én meg így nézett, hogy tényleg? Hát mondjuk ő se örült, ő se tapsikolt, mikor így rájöttünk, hogy azért ez kicsit kényelmetlen lesz, de Isten elvégzett egy munkát, és megmutatta azt, hogy olyan sok minden van, ami nem számít az életben, és hogy milyen sok minden van, amit így megszokunk a kényelmes életünkben, és készpénznek veszünk. Ugye az egy dolog, hogy rájöttünk, hogy a dalmátok miért üldögélnek kint a kávézóban naphozhat, mert hát oda süt a nap, és ott legalább meleg van, és akkor nem kell közben otthon fűteni, úgyhogy mi is beültünk közéjük. De a lényeg az, hogy ebben az időszakban, amikor kényelmetlen volt, körülményes volt az élet, sokkal komplikáltabb volt, mint itthon, nagyon sok szempontból, de olyan jó volt. És ezt kimondhatom tényleg, mert olyan dolgokat tanultam Istentől, amiket nem tanulok meg, ha itt maradok. És igazából kicsit visszasírom. Tehát értem, hogy Pál azt mondja, hogy kedvem telik a nélkülözésben. Nélkülöztük a radiátorokat. Nekem abban utólag nagyon kedvem telt. Megláttam olyan dolgokat Krisztusból, Istenből, amiket nem tudtam volna itt meglátni, ha itt maradok. És erről a Biblia is beszél, mert van valami abban, ahogyan Krisztus ereje megnyilvánul egy hívőnek az életében akkor, amikor az a hívő ember nagyon-nagyon gyenge. Ez egy olyan gyönyörűség, hogy még a külvilág is észreveszi, és a külvilág is látja azt, hogy valami szépséges dolog formálódik. Ezt a 2. Korintus 2.14-ben írja az ige, legyetek szívesek odalapozni. És amikor benne vagyunk ezekben a helyzetekben, akkor ez sovány vigasz. De azért én így azért imádkozom, hogy hadd tudjak ezekre visszaemlékezni, amikor legközelebb valami ilyesmi lesz, amit itt ír a 2. Korintus 2.14-ben például,
hogy hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjeleníti mi általunk. Mert én ismerem Krisztust, és emiatt egészen másképpen tudok keresztül menni ezeken a dolgokon, mint valaki, aki nem ismeri őt. Én tudom, hogy nem csak ez van, ami itt, hogy az én földi életem csak ez a test. Tudom, hogy sokkal többről szól az életem. Egyszer hallottam egy történetet egy keresztény nőről, aki egyedül nevelte nehéz körülmények következtében a gyermekeit, és ez a hölgy nagyon szerette Istent, nagyon szerette az ő igéjét, és hűségesen szolgálta őt, és aztán az élete vége felé rákos lett. És a lánya, aki szintén hívő volt, az anyukája jó munkát végzett a nevelésében, a lánya mesélte ezt a történetet, hogy megkérdezték az anyukájától, miután kiderült, hogy rákos, egy nem hívő valaki, hogy és nem kérdezted meg Istentől, hogy de miért én? És ez a nő azt mondta, hogy nem kérdeztem meg. Ahogy akkor se kérdeztem meg tőle, amikor jó dolgok történtek velem. Akkor most miért tegyem föl neki ezt a kérdést? Milyen alapon? Én azon gondolkodtam, hogy nem mindig feltétlenül az a kérdésünk, hogy miért én? Néha azt kérdezzük, hogy miért nem én? Vagy azt, hogy és én még miért nem? Vagy hogy de nekem miért nem? Sok ilyen kérdésünk van Istenhez. De azt gondolom, hogy ez a nő ez nagyon fején találta a szöget. És az az imádságom magamért is, meg értetek is, hogy napról napra legyen inkább az a hozzáállásunk, ami ezé a nénié volt. Hogy azok a dolgok, amiket az igében olvastunk az imént, és láttunk, ezeknek a valósága egyre inkább ott dobbanjon a szívünkben minden egyes dobbanáskor, és engedjük meg Istennek, hogy az szerint munkálkodjon az életünkben, amit ő jónak lát. Hogy úgy időzítsen, ahogyan ő azt jónak látja, és hogy úgy szervezze meg a dolgokat, ahogyan szerinte a legjobb. Nem úgy, ahogyan nekünk a legjobb, vagy a legkényelmesebb. És hiszem, hogyha ezeknek a dolgoknak az elfogadását és az engedelmességet választjuk, akkor olyanok leszünk, mint az a fa, amiről tegnap az első Zsoltárban olvastunk, és a Joy mesélt. És akkor mindig lesz gyümölcs, a maga idejében megtermi, nem a mi időnkben, a maga idejében, amit Isten időzített neki, és az akkor nagyon jó gyümölcs lesz. Én nagyon szeretnék egy ilyen fa lenni, és remélem, hogy ti is. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy ismerhetünk téged. Hálásak vagyunk mindazért, amit adtál nekünk. Urunk, az üdvösségen kívül még annyi minden mást adtál nekünk, és már az is milyen rengeteg és kimondhatatlanul sok. Nagyon köszönjük azt, hogy te egy végtelenül bölcs Isten vagy, és nagyon köszönjük azt, hogy végtelenül türelmes vagy velünk. Kérünk téged arra, hogy segíts nekünk magunkévá tenni mindazt, amit a te igédben hallunk, és olvasunk, és tanulunk, és add, Uram, hogy jó illatot árasszunk, amerre járunk, és add, hogy olyan fák legyünk, amelyek a maga idejében megtermik a gyümölcsüket, és jó gyümölcsöt teremjünk, és jó illatot árasszunk a te dicsőségedre. Kérünk, hogy dicsőíts meg magad a mi életünkben, még akkor is, ha nekünk az nem feltétlenül kényelmes, vagy a szájunk íze szerint való. Dicsérünk téged azért, mert te sokkal okosabb vagy, mint mi. Köszönjük neked. Amen.